Jaka Péternek zsidó származása miatt nem engedte a jobbik, hogy képviselőjelöltként induljon a 2014-es választásokon. Ezt mondta a politikus a hírtévének. A magyar nemzet beszámolója szerint a pártból már kilépett volt elnök. azt mondta, a döntést azzal magyarázták, hogy nem fordulhat elő még egy olyan eset, mint amikor az EP képviselő Szegedi Csanádról derült ki, hogy zsidó származású, és emiatt konfliktus alakult ki a pártban. A Hírtvé információi szerint a Zsidókat korábban nemzetbiztonsági kockázatnak tartó Gyöngyösi Márton, a jobbik jelenlegi elnöke is tudott az esetről.